Hornyák Gábort köszöntöm a stúdióban. Szervusz, jó estét kívánok! Szervusz, jó estét kívánok! Nagyon sok hagyományőrzővel beszélgettünk mi már a tavaszi hadjárat kapcsán, és főleg így, amikor mielőtt kezdődne, akkor sosem mulasztjuk el, hogy ne beszélnénk róla egy kicsit, hát ha minél több érdeklődőt vonzunk. Veled még nem találkoztunk a stúdióban, egy csatatéren már igen. Igazából, amit tudni kell rólad, hogy Budapesten élsz, viszont a Magyaródi Sándor Huszárok aktív tagja vagy. Ezt segíts nekünk feloldani, ezt a kis ellentmondást. Hogy lettél te egyáltalán huszár, Sándor Huszár, Magyaródi Huszár? Szinte klasszikus. Minden férfi ember számára a katonaság vonzó, főleg gyerekkorban. És ott ez megragadt. A ló szeretete, illetve a katonáshoz való viszonyom, az mindig megvolt. Na most a gyerekkorban ez a ló szeretete nagyapámtól indul el, aki egyébként kocsis volt Jászfényszaron, és én láttam őt még kocsit hajtani, lovakat hajtani, és utána fiatal felnőtt koromban jött egy ilyen gondolat, hogy én szeretnék egy lovagolni, átkettő valami miatt engem a huszárság érdekel. Ennek is van egy vonala, mert hagyományozók ismerik Ézsiás Vencel nevét, aki ott Jászfényszaron a Coburg huszároknak a vezetője. Őt személyesen ismertem fiatal sráckorom óta, hiszen egy utcában lakott a nagyszüleimmel, és igazán innen jött az a fajta vágy, hogy én egy lovagoljak, átkettő huszár lehessek. Na, de mivel, hogy én Pesten élek, és Jászfényszaron pedig 50 kilométerre van, ezért keresnem kellett egy huszárcsapatot, aki engem tud fogadni. És itt hát van. Találtam meg Magyaródon a Magyaródi Sándor huszárokat, felvettem a elnökükkel, Ferenc Jánossal a kapcsolatot, és tulajdonképpen már lovagolgattam, és emellé szépen ezt a huszárságot, mint hagyományozást pedig felvettem, és 5. éve most már a csapatnak a tagja vagyok. És ez ugye most már a 27. tavaszi hadjárat, aminek 5 év, hát az már te is része vagy a történelemnek ilyen. Igen. Tulajdonképpen nekem most az jut eszembe, hogy a normál körülmények között és magyar viszonyok között a Sándor huszárok kivitelezett helyzetben lehetnének, hiszen a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke Székely Tibor, így van, Tibor, tagunk. Tagja a Magyaródi Sándor huszároknak, de ugye mifene előnyt élvezhetnétek ti? Hát nagy pénzosztásokról itten szó nincs. Sőt, inkább arról van szó, hogy a hagyományőrző lét az egy olyan lét, hogy szívét, lelkét adja, hogy mások láthassák, tekintsük produkciónak, mert ez már egy ilyen tavaszi hadjárat, ez már egy hagyományozó produkció, miközben ő fizet azért, hogy csinálhassa. Arról néha személyesen nem beszélünk, mert azt mondjuk, hogy nekünk ez az ügy, mint hagyományőrzés fontos, de ha így rákérdeznek, akkor azt azért el lehet mondani, hogy egy lovas huszárnak a kiállítása, és a ló ebből mondjuk 300 000 forint. Én bátran kimerem jelenteni, hogy az 1 000 000 forint magasságában van, mire az egyenruháját, a csákolját, a csizmáját, a kardját, a sabrakját, a tarsolyát, a köszöntyűjét megcsináltatja. Megveszi a nyerget. Tehát amikor mi elmegyünk egy rendezvényre, meghívnak bennünket, 6-8-10 huszárt kérnek, én merem mondani, hogy milliós értéket viszünk oda csak anyagban. Arról nem is beszélve, hogy mire egy huszár olyan állapotba kerül a ló hátán, hogy városi forgalomban, nagy tömegben, gyerekek mellett a lova úgy ki van képezve, vagy csatában bírja azt a fajta milliót, amiben ott működnie kell egy lónak, az nem egy-két hónap, de nem is egy-két év sokszor. Tehát mire egy mondjuk most a 27. éve lesz a tavaszi hadjárat, azért nagyon sok munka az a csapattársaimtól, a bajtársaimtól, hogy azt a minőségű csatabemutatót tudják prezentálni, amit igazán ők megtesznek. Ez egy komoly munka, rengeteg idővel, áldozattal jár, és természetesen ember lehet nagyon sok pénzbe is kerül. Hát az, hogy mennyire van támogatva maga a rendezvény sorozat, erről én pontos adatokat nem tudok mondani, de kapunk egyébként támogatást településektől, kapunk a Honvédelmi Minisztériumtól természetes módon, de mondhatjuk azt, hogy erre aztán bármennyi pénzt el lehetne költeni, hiszen csak felöltöztetni akár egy gyalogost vagy egy lovas huszárt, azért tényleg nagyon komoly összegbe kerül. Azt mondod, hogy a barátod ugye Coburg huszár, ekközben te Sándor huszár lettél. A csatatéren azért szoktatok találkozni, ha máshol nem a tavaszi hadjáraton. Igen. Nem szoktam mondani, hogy
te áruló vagy? Nem, nem. Azt gondolom, hogy az, hogy melyik egyesület, melyik ezred színeit veszi fel, ez sok szempontból szinte adhok jelleggel, illetve a véletlennek köszönhető. A Magyarországi Sándor Huszárok tulajdonképpen annak köszönhetik, hogy Sándor Huszárok lettek, ezt most bátorkodom Ferenc János helyett elmondani, hogy amikor ő annak idején ő nagyon régi hagyományőrző, ő tulajdonképpen már az első tavaszgyáraton részt vett, ő ott ezt végigcsinálta. Tehát 27. éve már hagyományőrző, sőt, már talán azt megelőzően is, hogy úgy lettek Sándor Huszárok, hogy amikor az első időszakban egyenruhát kellett szerezni, akkor a filmgyárban, ugye Kőszínbőr fiai filmből ott maradtak ezek a huszárruhák, és ők egyébként Sándor Huszárok. Uh-huh. Tehát a Kőszínbőr fiai filmben lévő huszárok, azok eredetileg ténylegesen Sándor Huszárok. A történet abból teljesen hiteles, hogy Bécsben állomásoznak Sándor Huszárok 1848-ban, haza is jönnek, ez is hiteles, csak nem kell szökni, hanem őket hazavezénylik. De tehát így lettek a magyaródi huszárok, Sándor Huszárok, a negyedik huszárnak a tagjai. Lehet, hogy Mécs Károly akkori egyenruháját is hordja most? Hát azokat vagyunk. Már biztos, hogy nem. A mai egyenruháink, amiket mi hordunk, azt már mi csináltattuk, és lehet, hogy ők szerint nagyon próbáljuk, hogy az autentikus is legyen. Mm. Tehát elég komoly kutató munkát végzünk mi saját magunk, hogy ha már egyszer ruhát csináltatunk, és amit mondtam már az előbb, nem olcsó, megpróbáljuk ezt úgy megcsináltatni lehetőség szerint, hogy ez minél inkább tükrözze az akkori viszonyokat. Amellett, hogy ti Bogyaródon meg a környékbeli településeken az év különböző jeles ünnepein felvonultok, mondjam azt a csúnya szót, hogy biodíszletként, de nem emelve a rendezvény fényét lóvaitokkal, egyenruháitokkal. Azért a korona az mégis mindig egy ilyen nagyobb szabású rendezvény, mint a tavaszi hadjárat. Lehet arra készülni, gyakorolni, hogy ott, hát nem tudom, hétközben ti vívtok, gyakoroltok, mert hát magán a hadjáraton aztán ott összecsapnak a pengék rendesen. Ez így van. Azt gondolom erről, hogy minden egyesületnek megvan a maga szisztémája arra, hogy hogyan készül fel, illetve a szövetség minden évben 2-3 alkalommal Sóskuton rendez számunkra lovas felkészítő tábort, 2-3 naposat, ahol nem csatákat gyakorolunk, de nyilván azt, hogy hogyan érintkezik a két lovas egymással a csatában, hogyan kell a lovat korrekt módon irányítani, mert azért a csata az egy veszélyes üzem. Tehát ott lehetne komoly baleset abban esetben, hogyha olyan lovast engednénk oda, akinek a lova vagy maga a személye ezt a fajta körülményeket mondjuk nem viseli el. A ló idegrendszerre nem erre van kitalálva, hogy hatalmas zajban, nagyon sok ló között, nagy tömegben, lőporfüst, robbanások közepette ott működjön. Ez tényleg nagyon sok idő és sok év munkája, mire ezt elérik a bajtársak, illetve a lovaik, hogy ők egyébként ezt viselik. És mivel hogy nem csak tavasszal vannak csatabemutatók, hanem az év többi napján is, főleg nyáron és ősszel, mindig van olyan esemény, ahol lehet egy kis csata imitációt bemutatni más apropóból, rendezvényeken, illetve a hétköznapokban, amikor lovagolunk és gyakoroljuk lovardai körülmények között a lovas mozgást, ott a szabjavágást, a törökfejvágást mindig gyakoroljuk. Tehát alapvetően a mi lovaglásunk arra készít fel bennünket, hogy csata imitáció keretei között a lovat tudjuk úgy használni, hogy az már majdnem olyan legyen ténylegesen, mint amikor annak idején ezt a huszárok tevékenységként végezték. Beszéljünk egy kicsit akkor a 27-ről, amelyik nagyjából évről évre ugyanaz. Ha akarom, a keretjáték az ugyanaz, hiszen a keretjáték maga a történelem. A tavaszi hadjárat minden egyes csatája, eseménye ugyanazon a napon zajlik, amikor ez a történelemben, a valóságban is megtörtént, kivéve a váci csatát, mert olyan sokat nem akar időzni a csatatéren vagy a vidéken a sereg, azt egy kicsit ugye előhozták, de egyébként április elején valahol elkezdődik a 60-i csata környékén, ami adás körzetünkben élők számára egy picikét messze van. Szerintem beszéljünk inkább azokról a helyszínekről, ahova mondjuk könnyedén egy kocsival fél óra alatt el lehet jutni. Te többnyire is a Szegnél kapcsolódsz a csatában, amelyik ugye... Igen. Hát én volt. Személy szerint. Hát azt azért elmondjuk, hogy 4-én Nagykáta és Tápió Bicske között a hídnál 27-szer is megrendezik a Tápió Bicskei csatát. És a helyszín eredeti.
a helyszín az eredeti, a híd már nem, azt a Honvédség segítségével egy más ponton felépítették, és minden évben komolyabb harcok, mint a csatatéren folynak a környezetvédőkkel, akik szerint a ló aztán idegen állat, de ezt most hagyjuk. Tehát ott te még nem vagy a helyszínen, ezért a nézőknek elmondjuk, hogy április 4-én érdemes kilátogatni, mert ez is egy nagyon jelentős csata. Onnan pedig ugye vonul tovább a sereg Isaszeg irányába, és innen kezdek, kérlek, vedd át a szót, hogy hogy is néz ki az, amikor ti az isaszegi csatába megérkeztek. Azért Tápióbicskéről azt el lehet mondani nyugodtan, igen, hogy Közép-Európa a legnagyobb csata imitációja. Tehát ott olyan tömegben vesznek részt hagyományőrzők, hogy büszkék lehetünk rá. Tényleg nagyon nagy területen, eredeti helyszínen, nagyon jó tüzérséggel, gyalogsággal, lovassággal vesznek ott részt a hagyományőrzők. Ott nagyon sok prominens személy meg is látogatta már a csata helyszínét. Onnantól jönnek át Isaszegre a hagyományőrzők, az a következő csata. Egyébként eredetiben, 1849-ben az volt igazán, mondhatjuk, az egyik nagy formátumú csatája a tavaszi hadjáratnak, ott sok minden eldől, hiszen utána másnap 7-én Gödöllőn már Kossuth is eljön, és ott van egy haditanács, amiben azt kell megbeszélni, hogy hogyan tovább. De talán ennyire ne szaradjunk előre. Isaszegen kicsit kisebb a terület, mint Tápióbicskén, tehát egy, talán mondhatjuk, hogy picit szűkebb a hely, de a nézők szempontjából azért jobb, életszerűbb, közelebb vannak hozzánk, és elég sok számú lovas van. Tehát alapvetően ott a lovassági csata az, ami igazán érdekes. Persze a gyalogság is gyönyörű munkát végez, nem is beszélve a tüzérségről. Tehát igazán, ha egy csata valamiért látványos, az a tüzérség az, amit most tud produkálni. Hiszen olyan pirotechnikát használnak most már, hogy abszolút el lehet hitetni az ember, hogy mint a tényleg egy csata közepén lenne. Lőporfust van, hatalmas robbanások vannak. Ezek és nem súfni tudunk, hanem meg lehet kapni. Ezek így van, tehát rendes fekete lőport használnak a tüzérek, fekete lőport használ a gyalogság. És azt is el lehet mondani, hogy ahogy múlnak az évek, egyre inkább azt lehet látni, és ezt mi merjük magunkról mondani szakmailag, hogy egyre inkább válik profivá ez az egész. Egyre szervezettebb, egyre inkább együttműködnek egymással ezek a fegyvernemek, mint a lovasság és a gyalogság, a tüzérség. Egyre látványosabb és egyre rendezettebbé válnak ezek a csata bemutatók. Így van. Tehát ezek szerint akkor megint csak április 6-a, és ország, amikor érdemes kilátogatni. Itt a sereg is egy kicsit meg szokott pihenni, ilyenkor vannak a belső ünnepségek, oklevelek átadása, évente a találkozás. Akkor egy kicsit van egy kis vidámság, borozgatás, bográcsgulyás, nem tudom. És másnap, ahogy mondtad, indul majd a tömeg tovább a Gödöllői kastély udvarára, ahol annak idején 49-ben a haditanács volt. Ahol ugye el kellett dönteni, hogy északnak megyünk, Pestnek megyünk, kinek lesz igaza. Még egy picit azért maradjunk Isaszegnél. Azt mondod, hogy minden évben, tehát ötödik alkalommal, most már ez az ötödik, hogy kimész Isaszegre, tehát most már úgy állsz oda, mint haza. Tehát minden évben egyszer elmegyünk Isaszegbe, ez egy ilyen zarándoklat már, és ott találkozol azokkal, akikkel egy éve nem. Ugye hát a többsége a bajtársaidnak olyan, akikkel évente egyszer találkozol itt. Nem. Hála jó Istennek, nem. De mondtad azt, hogy van, akivel igen, de alapvetően azt is el lehet mondani, hogy a hagyományőrzés, ez egy mondhatjuk azt, hogy szűk kör. Tehát akik ebben mozognak hagyományőrzők, pont amiatt, mert lovat kell tartani, fegyvert kell tartani, ruhát kell csináltatni. Én az elmúlt 5 évben, ha valakit nem is ismerek személyesen, és a nevét nem tudom, de az arcát megjegyzem, és tényleg elmondhatom azt, hogy az 5. éve ugyanazok az arcok jönnek velem szemben, akár az isaszegi, akár a Váci csatában, vagy egyéb rendezvényeken, és az a jó ebben, hogy én szeretek látni fiatal arcokat is, hagyományőrzők között, és nagyon jól látni azt egyébként, hogy akik ebbe belefognak, és azt mondják, hogy magukévá teszik azt, hogy ők katonai hagyományőrzőké válnak, nem mondják azt pár év múlva, hogy elegük van belőle, hanem egy olyasfajta életérzést kapnak meg általa, amit nem akarnak elereszteni. Sok lemondással jár, de amit kapunk tőle, azt én is azt mondom, hogy nem nagyon adnám föl semmiért. Igen, Ferenci Anival, éppen az Egyesületed vezetőjével arról beszélgettünk, hogy ez mind nagyon szép és jó, viszont kicsit nagyobb figyelmet kell fordítani most már nektek, mondjuk így öregeknek a fiatalításra.
mert hogy az a generáció viszont nem jön tömegesen, akiből majd a jövő lesz. Ezért minél több alkalmat meg kell ragadni, hogy a fiatalokat is meg tudjátok szólítani. Neked van gyermeked? Van egy lánykám. És felkéretőzik néha a nyerekbe? Nem kéretőzik fel a nyerekbe. Pedig ugye lányokat is látunk most már szép igen, számmal. Igen. A csatati hány éves? 21. Jó, hát akkor ugye már nem is lesz belőle 20. Nem túl valószínű. Viszont Ferenc Jani mondta, hogy lesz több olyan kezdeményezés, rendezvény, amikor kimondottan erre fogtok figyelni, hogy a fiatalabb generációt megszólítsátok. És hát mi a tavaszi hadjáraton nem egy ilyen rendezvény, ahol nagyon-nagyon sok fiatal utánpótlás jelölt van ott, és lehetne még több is, ha az iskolák mondjuk odafigyelnének, hogy egy osztálykirándulásra is alkalmas, egy kihelyezett történelem órára is alkalmas. Hát én innen üzenem megint az iskoláknak, hogy érdemes kimenni. Azért van pozitív példa, mert Dunakeszin most már harmadik éve, március 15-e környékén, általában előtte egy utolsó pénteki nap, amikor van még iskola, akkor van egy kis csata bemutató Dunakeszin, és ott nagyon sok iskola részt vesz, sőt, ott már a hagyományőrzők bevonják a gyerekeket magába a csatába, mert az a játék tulajdonképpen, hogy a csatát mi elkezdjük, mint hagyományőrzők, és azt mondjuk, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy ki nyerje meg ezt a csatát, és akkor ekkor lépnek be a gyalogosok, és hát besoroznak gyerekeket, felállítanak ki zászlóaljakat, egy gyors kis kiképzés, kapnak papírkardokat, papírgalacsinokat, és ők is csinálnak tulajdonképpen egy csatát saját maguknak, és azt látni kellene, hogy a gyerekek milyen nagy élvezettel vesznek ebben részt. És azt mondom, ez egy nagyon jó kezdeményezés Dunakeszi részéről. Talán egy nagyon finom, nem is kritika, ez csak észrevétel a részemről, hogy azért március 14-ig nem volt csata. Tehát ettől egy picit részünkről azt mondjuk, hogy nem túl pontos, de hát azt el kell fogadnunk, hogy alapvetően a nemzeti ünnepünk az március 15-e, és nyilván annak környékére a gyerekek miatt az önkormányzat erre az időpontra tűzi ki ezt a csata imitációt és bevonva ebbe a gyerekeket. Tehát én azt gondolom, hogy van ilyen kezdeményezés, és főleg gyalogos csapatokat kiállító egyesületeknél látjuk azt, mert lehet látni, hogy fiatalok belépnek. Hiszen a huszárnak, ha valaki be akar állni, ahhoz ugye követelmény a ló. Tehát az is nagy probléma egy egyesületben, hogyha nem tud lovat biztosítani egy fiatalnak, vagy nem tudja azt neki megoldani, hogy amikor rendezvény van, akkor esetleg a lovat biztosít neki, és nem is beszél még a ruháról. Tehát azért ez egy nehéz dolog. Sok fiatal érdeklődik, nálunk is most, aminek nagyon örülünk, 4 regutánk is van, tehát 4 fiatalt is sikerült most, akik lovat is tudtak maguknak kézen-közön szerezni, nem. Vállalták azt. Hány hős most az egyesület, magyarodunk? Az egyesület maga az 16 és 20 fő között mozog, de akit ki tudunk állítani lovast, az most 12 fő. Hát ez valami szép. Igen, örülünk is neki, hogy 12, sőt, ha most nagyon számolgatnék, csak ugye mindig van mozgás, mert valaki élete úgy hozza, hogy tavaly még a rendezvényünkön részt tudott venni, de idén már nem, akkor ő kiesik, de helyette mindig belép valaki. Tehát igazán a 12 főt arra mondom, hogy ha mindenkit mozgosítunk, akkor a 12 huszárt ki tudjuk állítani. Nekünk itt ebben a térségben, ahol a mi adásunk látható, nagyon fontos az, hogy a csatának néhány éve van egy olyan ága, ami, hogy is mondjam, történelmileg magyarázható, de nem biztos, hogy így volt, ellenben nagyon hasznos. Ez pedig az az ága, amikor is egy portjával, egy felderítés címszó alatt ugye a magyaródi Sándor húszárok leválnak is a szegnél a seregről. Ti tulajdonképpen nem is mentek a kastély udvarára, úgy tudom. Megyünk. Mentek, de utána leválunk. Így van. És akkor tulajdonképpen a közbenső településeken mindenütt van egy megemlékezés. Hogy lesz ez az idén? Némi előzmény. Tehát ugye a Magyar Hagyományőr Világszövetség szervezi alapvetően ezt a tavaszi emlékhadjáratot. De? Ugyan. De most a második éve társszervezőként belépett a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség is, Székely Tibor, a parancsnoka lesz most már második éve ennek. Ugye a Fülöp Tibor volt, aki ezt hosszú éveken keresztül vitte, és most azt mondta, hogy egy picit ezt átadja, segítséget kap, kér. Tibor a parancsnok. És ugye most ugye két szövetség vesz ebben tevékenyen részt. És igazán Ferenci János részéről volt az ötlet néhány évvel ezelőtt, hogy
ugye minden ugyanazon az úton megy végig a tavaszi hadjárat, ugye Vác a végállomás, és ő azt gondolta, és ez ebben igaza volt neki, hogy érdemes behúzni egyéb településeket ebbe a tavaszi emlékhadjáratba, át egy meg kell ismertetni az emberek, hogy már pedig van ilyen rendezvénysorozat. Át kettő, eredetileg is nyugodtan el lehet mondani, hogy bár a fősereg Gödöllőtől Vác felé veszi az irányt, mint minden főseregnek vannak mellékágai, és az egy ilyen mellékágát jelentjük mi, meg mi Magyaródi Sándor huszárok, aki kicsit Pest felé húzódva, Kerepes, Magyaród, Fót, Pusztamonosztoron keresztül Vácra fogunk felérni. Tehát mi is találkozunk Vác ott a fősereggel, ott is van egy csata bemutató. És az volt ezzel a célunk, hogy Fótot, Magyaródot, Dunakeszit, Kerepest belesen húzni ebbe a rendezvénysorozatba. Mi lesz most? Ugye az a helyzet, hogy napra ez 7-ére esik, ugye amikor igen, 7-én. Április 7-én várható, hogy az első állomás az Kerepes, ugye? Jól tudom. Kerepes. Tehát Gödöllőről délelőtt, 10 óra magasságában indul el a fősereg, ő megy Vácnak, de mi onnan Gödöllőről megyünk át Kerepesre, ott mindig várnak minket a kultúrházban, ott szoktunk lenni, egy kicsit időt eltöltünk, és onnan pedig megyünk át Magyarod, és ott van egy koszorúzás. Ez a 7-i napunk. Így van. Aztán fut és átkelés van. Igen, akkor Magyarodon, a Kukukhegyen, Ferenc Jánosnál megszállunk, hiszen másnap reggel korán már megyünk Fótra, mert ott is koszorúzunk. Két helyen is koszorúzunk. És utána onnan megyünk át, Dunakeszi felé. Ezt nem mondanám most biztosan, hogy ott lesz egy ünnepség, mert volt rá példa, hogy mi oda mentünk, letettük a koszorunk a Dunakeszin, és mentünk tovább Pusztamonoszor felé. Dunakeszin nem látják az adásunkat. Úgyhogy ebből a szempontból jó, tehát akkor differens. Dunakeszin van egy koszorúzás, onnan pedig szépen megyünk a Komphoz. Dunakeszin megyünk a Komphoz, Komppal átmegyünk a szigetre, ott Pusztamonoston is megvendégelnek bennünket. Nekünk az egy nagy szabadság és nagy öröm, hogy ott a szigeten föllovagolunk tulajdonképpen Vácig, ott Komppal átkompolunk és találkozunk a fősereggel, és ott van egy ismételt csata bemutat, és tulajdonképpen ott ér véget a tavaszi hadjárat. Az a helyzet, hogy olyat tettem, amit nem szoktam, itt van előttem egy számítógép, tulajdonképpen innen akartam puskázni a tavaszi emlékhadjárat idei programjának különböző állomásait, hogy pontosan mondhassam, ezt a nézők láthatják majd vágóképenként, hogy hova, mikor érdemes menni. És én azt gondolom, hogy továbbra is biztosom mindenkit, hogy látogassa meg a rendezvényeket, mert érdemes. Így van, mert érdemes. Látványos. Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást.